elkezdődött a Dunavirágrajzás. Mondhatom azt, hogy augusztus 25-e volt az első nap, amikor már komolyabb kérészrajok is megjelentek. Miért? Mi az az előrajzás? Az előrajzás az, amikor még csak a hímek jönnek ki, keresik a nőstényeket, de hát az első néhány napban ez nem szokott sikeres lenni. Ezt nevezzük előrajzásnak, aztán később ugye egyre több nőstény megjelenik, kialakulnak az igazi rajzások. Na most az igazi rajzásoknak a második szakaszában figyelhetjük meg a nőstények kompenzációs repülését. Ilyenkor összeállnak nagy csapatokba, ezek a csapatok akár ezres, tízezres, százezres, vagy ritkábban milliós rajok is lehetnek, és többnyire a folyó folyás irányával szemben repülnek néhány kilométert, és úgy rakják le a petéiket. De az, hogy mekkora a rajzás, az évről évre változik. A Dunavirág nagy tömegrajzásai 2012-ben jelentek meg, azok követően, hogy olyan 40 évig szinte eltűntek a folyóink közeléből, viszont a Duna volt leginkább érintve abban, hogy a vízszennyezések miatt közel 40 évig nem lehetett nagyobb rajzásokat megfigyelni. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy azért ez a fényszennyezés, ez az antropogén környezetre jellemző. Tehát a kérészek egyet fejlődésekor ugye szembesülnek ezekkel a városi fényekkel, nagy mennyiségben elpusztulnak, de a sok ezer éves fejlődésük során ez nem volt mindig így. Tehát ez most egy újszerű helyzet, és lehet, hogy ehhez még nem tudtak alkalmazkodni. A rajzások július végétől kezdődhetnek meg, minden évben változó, most egészen későn, augusztus 25-e után jelentek meg a Dunán a nagyobb rajzások. Fölmerült a kérdés, hogy egyáltalán miért védett egy olyan faj, ami ilyen tömegesen rajzik. Tehát a védettségéről annyit kell elmondani, hogy minden egyed 10.000 forint természetvédelmi értékkel bír. Ugyanakkor azt is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a tömegesen megjelenő fajok, tehát azok, amelyek nagy egyedszámmal képviseltetik magukat az ökoszisztémában, általában kulcs szerepet foglalnak el. Tehát könnyen elképzelhető, hogy a Dunavirág itt a táplálék hálózatban, ami a Dunában kialakul, egy olyan fontos szereppel bír, hogyha ő kiesne ebből a rendszerből, abból nagyon komoly ökológiai katasztrófa is előállhatna. Itt például Budapest környékén a sirályok gyakran vadásznak a Dunavirág egyedekre, illetve mivel sötétedés után kezdődik a rajzás, az érintetlenebb részeken, ahol nagyobb a denevér populáció, ott pedig ők jelentik leginkább azt a ragadozó állományt, amely ritkítja a számukat. Egy természetes haltáplálékról van szó, tehát ez lehetőséget ad arra, hogy nagyobb populáció méret alakuljon ki akár az őshonos halfajoknál is. Másrészt az is egy érdekes megfigyelés, és ezt már a Tiszavirágnál is megfigyelték, hogy a rajzási időszakban jobban harapnak úgymond a halak. Tehát az, hogy megpróbáljuk megóvni a kérészeket valamilyen módon, az elég korán fölmerült. Tehát 2012-ben tapasztaltuk meg ezeket a tömeges rajzásokat, és akkor mindjárt szembesültünk azzal, hogy ezek a rovarok a kivilágított hidakon óriási mennyiségben elpusztulnak. És egy véletlen folytán figyeltük meg, hogy a lámpáknál kialakuló hatalmas kéréscsóvákat, amiben akár több tízezer egyed is lehet, azt egy zseblámpa fénnyel el lehet téríteni. És akkor merült föl az, hogy valahogy próbáljuk meg a fény ellen fénnyel elven víz fölött tartani a kérészeket. És hát ennek a kutató munkának az eredménye lett az, hogy elkészült a kérészvédő fénysorompó prototípusa, és 2019-ben a világon elsőként Tahitót falunál volt lehetőségünk arra, hogy ez felkerüljön a Tildy Zoltán hídra. Az Árpád hídra augusztus 1-én szerelték fel, és hosszas ilyen szakértői munka előzte meg ezt az egész folyamatot, és ennek során azt is meg kellett vizsgálnunk, hogy melyik az a híd, amelyik a leginkább szóba jöhet. Most az Árpád hídra több ok miatt is esett választás, tehát egyrészt itt folyamatosan megfigyelhetők a Dunavirág egyedek rajzáskor, nagyobb mennyiségben is, és érdekes módon 2012-ben az első tömeges rajzás, ami ugye felhívta a figyelmet erre a Dunavirág jelenségre, az éppen itt az Árpád hídon történt. A Dunavirág elterjedése igen nagy itt Magyarországon, tehát nem csak a Dunában, hanem számos más kis folyóban is megtalálható, és ahol megtalálható, elég nagy rajzásokat produkál, és ott a hidaknál megjelenik ez a probléma általánosan. Ezért mi javasoltuk, hogy minden új létesítési hídnál szereljenek föl ilyen kérészvédő fénysorompókat.
Egyelőre itt tartunk, tehát kettő van, de már több olyan híd tervezésénél részt vettünk szakértőként, ahol fölmerült, hogy ilyen kérészvédő fényeket fognak telepíteni.